Ritka, hogy a tűzoltó gyújtja fel a konyhát. Minden évben bemutatják a megyei katasztrófavédők, hogy milyen veszélyeket rejt például a karácsonyi időszak. A hivatásos lánglovagok munkáját segítik az önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók is. Az őket tömörítő megyei tűzoltószövetség pénteken tartotta éves gyűlését. Dombrádi László elnök azt mondta, tavaly sikeresen pályáztak az országos 500 millió forintos keretre. Ebből a megyébe a pályázó 17 önkéntes tűzoltó egyesület mind nyert. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, 400 ezer és 900 ezer forint körül összeget. Ez részben technikai eszköz, részben képzés, részben készpénz. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segít számukra. A hivatásos tűzoltók is segítik az egyesületek munkáját. Leskovics Zoltán, a megyei igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője azt mondta, tűzoltó eszközöket is átadnak a civil szervezeteknek. Azokat az eszközöket, felszereléseket, szakfelszereléseket, amelyeket mi már nem használunk, akkor nyilván tovább tudjuk adni az önkéntesek számára, de a pályázati források szakszerű felhasználásában is segítséget tudunk adni, illetve adunk is. Egyes kép, kettes csapó! Izgalmas bemutató az Etyeki Kordach Film stúdióban. A Megyei Tűzoltó Szövetség idén azt tervezi, hogy szakmai kiránduláson ellátogatnak a különleges létesítménybe. Szeretnék megismerni a helyi tűzoltók munkáját. Van egy szakmai kirándulási célunk, ami tulajdonképpen a Etyeki Korda filmstúdiónak a meglátogatása lenne, illetve ott helyben van egy önkéntes tűzoltóegyesület. Szeretnénk, hogyha a két megyek között, illetve az önkéntes tűzoltóegyesületek között egy szakmai tapasztalatcserére is sor kerülhetne. Az elnök abban bízik, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is sikeres évük lesz. 2016-ban a tavalyi 500 helyett 600 millió forint áll rendelkezésre. Erre a forrásra pályázhatnak a megyei tűzoltó szervezetek.